Hát sziasztok, ebben a videóban itt vagyok, hát az őskohótól nem messze, és hát igazából itt amit látok út, az jobbra megy Lilafélre, itt fel Miskolc felé, balra Ómosra felé, illetve Bankút felé, szóval nagyjából itt vagyok, illetve itt van a kisvasútnak a fővonala is, ez ugye a Garadnai szárnyvonal, jobbra megy Lilafélre, illetve Miskolc felé, balra pedig Garadna felé, és balra van nem olyan nagyon messzi a Fazola kohó. És igazából itt volt egy rakodó mögöttünk, és hát ez nagyon régen volt, ez egy bányának volt itt a rakodója igazából, és most ezt fogjuk megnézni, hogy itt mi maradt itt a rakodóból, mi maradt itt a sinekből, szóval induljunk. Szóval kezdjük így itt erre, nézzük meg magát a rakodót, aminek a nyomai már nincsenek amúgy annyira meg. Hogy igazából, ahol most fent sétálunk, ez volt a rakodó valamikor. És ugye ott van lent a sín, oda rakották le. Nyilván több sín volt, ezt majd meg fogjuk nézni mindjárt, mert vannak maradványai. De először nézzük meg itt erre a rakodót magát. Azért láthatjátok, hogy ha azért kiajó, hogy itt ilyen napos terület van, és ott van a szél, és ott rögtön lelejt. Lelejt. Szóval, hogy ott rögtön lejt a kisvasúthoz. Nyilván azért ma az volt a rakodó széle, hát ezért ez már elég durván régen elhagyatott. Tehát, hogy ma teljesen benőtték a oldalát olyan fák, amik azért már elég idősek, hát ezt már nagyon régen nem használhatják. Nem tudom már pontosan, hogy mikor használhatták ezt, de hogy nem az biztos. És nem tudom, hogy tovább tudunk-e menni. Hogy be van dőlve egy fa, és az a baj, hogy vizes minden. Hát... megnézzük. Szóval igen, itt ahol most sétálunk, és itt ahol most már erdő van, itt valamikor rakodó volt. Hát, el lehet itt jönni azért. Szóval ez itt egy nagy betonplac volt, és itt rakották a mindenféle köveket. Ott le a kis most, itt is feljöttem volna ezen a lépcsőt. Mindegy. Szóval láthatjátok, hogy ez már eléggé régen lehetett használni, úgyis már teljesen visszavette a természet itt az uralmat. De azért látjátok, hogy ez a fal, ez azért elég egyértelmű, hogy ezt a sziklát itt nyilván azért vágták ki így, hogy itt egy nagy terület álljon rendelkezésre a különböző rakodási feladatok elvégzéséhez. Amúgy elnézést kérek, hogyha rosszul tartom a kamerát, Ferdén vagy valami, de hogy itt a lábammal el kell nézni. Tehát itt nem nézhetem non-stop a kijelzőt, és ott van amúgy balra a bánya. Csak hogy jutok el oda? Muszáj átvágni itt az erdőn. Ó, hát ez egy nehezebb küldetés, mint amit én gondoltam eredetileg. Hát nagyon régen el van ez hagyatva ez a bánya, illetve ez az egész rakodó. Hát már rég nem úton jövök, az előszínűleg feltűnhetett. Az is lehet, hogy már semmi nem fog látszani ebből a bányából, mert már annyira benőtt a természet. De ez mégis csak itt is a videó. Nézzétek, ez valami útszerűség. Ha megpróbálok arra feljutni valahogy. Aha. Ez egy út. Szerintem. Hát. Út. Mentsétek el ti. Majd nézzétek, itt is ilyen kövekből van kirakva az oldala. Szóval igen, így az ő. Hát ez szerintem egy út. Csak annyira nem használja már semmi illető senki. De nézzétek! Nagyon jól néz ki amúgy a hely. Tehát igazából megérte ide feljönni. Ezt nézzétek! Nagyon durva. Nagyon durva ez a hely. Szóval ez egy bánya. És hát ugye itt bányázták, és itt rögtön letették a kis vasútra. És elvitték szépen a ládi rakodóba, ugyanis ott nem csak fát rakottak, hanem a köveket ott rakták át a nagyvasútra. Na, ha jól tudom, az volt az egyetlen nagyvasúti csatlakozása a kisvasútnak. Annyi pókhálóba megyek be itt, tehát már a kisvasúton meg itt van valami út. Itt azért jöttem el erre. Látjátok, hogy itt van a sziklafal. Még mindig nagyon durván néz ki. Hogy milyen bánya volt, ez pontosan majd kiírom a képernyőre, mert most már nem tudom így fejből.
Itt nem tudom, miért jövök el erre, tehát semmit nem fogunk itt látni. Ezt nézzétek, nagyon durva. Nagyon durva, hogy kinéz az a kész dolog. Fú, nagyon sár és nagyon víz itt minden. Ez már lassan, ez már lassan mocsár. Nézzétek. Itt van a bánya, a körbe. Hát én eddig jöttem, nem látom értelmét elmenni. Látjátok, hogy itt körbe, ez itt ki van szedve. Szépen körbe, itt van a bánya. Ha erre nézünk, akkor láthatjátok, hogy ott a hegyoldal egyik vége, másik vége. Nyilván ez valamikor így volt, és ahol mi vagyunk, ez itt a kibányászott terület. Na menjünk vissza, ahol kezdődött a videó. Amint, hogy nem Majlátra, hanem a sinekhez. Szóval ide jöttünk vissza előre, tehát még nem a sineknél vagyunk. De nézzétek! Ez valami barlang. Úgyhogy megnézzük, hogy mi ez. Hát... ennyi. Azt hittem, valami nagyobb barlang lesz. Sajnos csak szemét van benne. Na jó, kérem, menjünk vissza a sinekhez. Na. Szóval, hogy ki lehetett ki a Martonik menjén. És itt benne is volt az aszfaltba, sokáig. És itt jött, ahol most ez az út van. Aminek vannak is nyomai. Először is a sok zúrót kő. Látjátok, hogy itt vannak talpfák. Nézzétek. Sőt, még egy csavar is benne maradt itt. Hát ez mondjuk az autósoknak nem hiszem, hogy annyira kedvez. Itt kiáll egy ilyen sincsavar, de hát nekünk meg örömteli. És hogy ha tovább jövünk, látjátok, hogy itt is meg van a talpa. Nagy csavar. És itt van talán a legnagyobb nyom. És úgy láthatjátok, hogy a rakodónak is megvan a nyoma. És itt meg végig a nyomok. És itt láthatjátok, hogy itt még megvan az oldalfala a régi rakodónak. Mint egy emlékeztetve arra. Még akkor szerintem három vágány volt. Volt ez a középső, egy ott és egy ott. Mert itt biztos, hogy volt még valami. Úgyhogy ott a rakodó, és nem hiszem, hogy itt volt a sincs, csak itt már gyárok van. Nézzétek! Ezek a tipikus fájárok megvannak. Szóval itt szerintem biztos, hogy volt balra is valami, csak annak már semmi nyomát nem fogjuk látni, mert szerintem csináltak oda egy vízelvezető árkot, de látjátok, hogy a rakodónak a széle az megvan, de hát nagyon gyászos állapotban. Nyilvánvalóan nagyon régen csináltak. Nézzétek, itt van valami fémes. Látjátok, hogy itt megint ketté válik a vasút. Ezt a baloldali tartózkodót ezt nem igazán használhatják. Nem úgy használható, tehát megvan teljesen. Tehát gondolom rá lehet menni vonattal, csak nem nagyon szokták
De például, hogyha jön ide ki a őskohókhoz egy külön vonat, akkor ez itt meg tud állni tökéletesen. De látjátok, hogy azért elég be van lepve a fal levillanyival, valóban ez egyáltalán nem lehetetleníti el azt, hogy ezt használják. Egész egyszerűen csak ki kell használni, de felesetlik a leveleket, azt rá lehet ide állni. Vagy akár még a nélkül is, nem tudom. De ez a vezeték, ez itt kidőlt, vagy nem tudom. Ez a vezeték, ez végig megvan, ez telefonban, ha jól tudom. Na viszont nekem most tűnt fel valami ezzel a második vágánnyal kapcsolatban, mintha ez a sín, ez vékonyabb lenne, mint ez. De nem tudom, lehet, hogy csak az én szemem csal, de... És köszönöm, mintha az vékonyabb lenne. Létezik ilyen? A vékonyabb a sín. Hát ezt a vékonyabb vastagabb dolgot, ezt most... Hát nincs valami a mérőszlag, meg ilyenek, nem lesz túl pontos, de egy miskockártyával fogom nekik szemlétetni. Szóval, hogyha ide rakom a széléhez, tökéletesen a széléhez, akkor látjátok, hogy a sín az a fa és a millomos között érték. Viszont, ha ide jövünk a második vágányhoz, és itt rakom le teljesen pontosan a sín végéhez, akkor jóval a fa előtt vége van a sínnek, mikor a másik sín az egészen idáig tart. Szóval látjátok, hogy kb. Fele akkora. Szóval, hát érdekes, de akkor úgy néz, hogy tényleg. Akkor nem szalt a szemem. Látjátok, hogy itt újra össze is érnek. És igaz az a bizonyítás, hogy ez kisebb. Mit váltál újra vastagba a sín. Szóval ez egy ilyen vékonyabb típus. Nem tudom, nem értek annyira azért hozzá. Nézzétek. Már itt is van a megálló, illetve itt balra lesz majd maga az őskohó. És nem is tudtak, amúgy szerintem ez az az út, amin mi felmentünk a bányába. Na, szerintem ez az, ami... Nem ez. Kicsit meredekebben visz fel. Hát nem tudom. De honnan mi mentünk fel, az se volt vészes. Felhívjuk a vonatra várakozók figyelmét, hogy az Erdélyi vasút szerelvényeire a fozalakohó megálló táblánál lehet felszállni. Hát igen. Még nincs össze, tehát ott van. Csak ugye kicsit ez olyan ánk megtévesztő, hogy jöttem ez a beálló. Kisvasúti megálló 50 méter. Ezt minek kellett írni? Na mindegy. Itt van maga a megálló. És itt van valami tábla. Fogalmam nincs, hogy ez mit jelezhet. Nem vagyok otthon kisvasútba. Mert lehet, hogy az egyvasúti jár, de abban sem vagyok otthon. És itt van maga a megálló tábla. Lehet egy kicsit olvasgatni. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok!